Krisztus segyelmez, Krisztus segyelmez, Krisztus segyelmez.
Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz: ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke fát szemben? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ez az evangélium igényi. Kedves ünneplő testvérek, örültem, amikor kiderült, hogy nem kint, hanem itt bent tartjuk meg a szentmisét, mert legalább nem kell arra figyelnem, hogy milyen hosszú leszek, nem kell félnem attól, hogy leszakad az ég, úgyhogy biztonságban vagyok. Amikor egyik alkalommal a kínai császárt megkérdezték, hogy mit kellene tenni a világ jobbá tételéért, akkor habozás nélkül azt válaszolta, hogy meg kell reformálni a szavainkat. Ami alatt azt értette, hogy vissza kell adni a szavaknak az eredeti jelentését. Vannak ugyanis olyan szavak, amelyek elveszítették eredeti jelentését. Ilyen például a család, vagy a béke. Érdekes ugyanakkor, hogy az államok vezetői nagyon komoly törvényeket hoztak azokkal szemben, akik a bankjegyeket hamisítják meg. De semmilyen törvényeket nem hoznak azokkal szemben, akik a szavakat hamisítják meg. Megreformálni a szavakat. Ez azt jelenti, hogy tudni, hogy miről beszélek. De legfőképpen tudni, érteni, értelmezni azt, hogy az Isten az ő szaván keresztül, amely által ma is üzen nekünk, mit akar velünk közölni. Ma egy nagyon különleges részt olvastunk az evangéliumban. Ugyanis veszteségről van szó, aki elveszíti életét. És Jézus arról beszél, hogy az ember fiát megölik. Vesztesnek lenni nem könnyű. Nem is szeretünk veszíteni. Sokszor mindent megteszünk, és mindent bevetünk. Sokszor tisztességtelen eszközöket is azért, hogy győzzünk. Azt gondoljuk, hogy a mi értékünk, nagyságunk a győzelemben rejlik. És ez valóban így van. De nem abban a győzelemben, amelynek az útja az, hogy másokon átgázoljunk, hanem abban a győzelemben, amely a veszteséget átvezet. Jézus életét szemlélve tudjuk, hogy ő úgy győz, hogy vesztessé válik. Milyen veszteségről van itt szó? Mit jelent az, hogy el kell veszíteni önmagamat azért, hogy megtaláljam az életem értelmét és célját? Úgy tűnik, hogy az élet teljességére, ha szabad így fogalmazni, a boldog, hitel
teljesedett életre a veszteségeken át vezető út. Mindannyian tapasztalunk az életben veszteségeket, amikor elveszítünk valakit vagy valamit. Elveszítünk egy családtagot, egy hozzánk közel álló személyt, vagy elveszítjük a pénzünket, a pénztárcánkat, elveszítjük a ház kulcsát, vagy az autó kulcsát. Micsoda energiákat fektetünk be, hogy ezeket megtaláljuk. És amikor megtaláltuk, akkor örülünk. Mint azok az evangéliumi szereplők, aki elveszíti a bárányát, elveszíti a drakmáját, és van valaki, akiről a Szent Király beszél, elveszíti a fiát. A tékozló fiú történet ismerik. Egy atya, aki elveszíti a fiát. De a mai ünnepelt szűzanya is elveszíti a gyermekét. Hiszen olvasunk arról a Szentírásban, hogy három napi gyaloglás után veszik észre, hogy nincs meg a gyermek. Elveszett. Mi történik akkor, amikor valami elvesz? Hát szomorúság, fájdalom, elkeseredettség, csüggedés vesz előtt rajtunk. De van olyan veszteség, ami ennek az ellenkezőjét éri el bennünk. Örömet, boldogságot, szabadságot, felszabadulás érzést. Önmagunknak a vesztesége, elvesztése. Mit jelent ez? Amikor egész életemet nem önző módon magam felé fordítom, hanem minden tehetségemet, képességemet, energiámat, szeretetemet mások javára használom. Na ezt jelenti elveszíteni önmagamat. És Jézus ilyen értelemben vesztes. Múlt vasárnap, aki volt szentmisén, nem kell fölnyújtaniuk a kezüket, de hallhatták, hogy arról volt szó, hogy Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy szerintetek, kinek tartanak engem az emberek? És akkor egymás szavába vágva mondják, Keresztelő Jánosnak, Illésnek, valamelyik prófétának. Akkor megkérdezi, hogy és ti, mit gondoltok, ki vagyok? És Péter válaszolja, hogy te vagy az Isten fia. És akkor azt mondja, hogy erről senkinek ne beszéljetek. Miért? Miért ne beszéljenek? Azért, mert Jézus tudja, hogy az ő Isten fiúságát rosszul értelmezik. Mert azt gondolják, hogy olyan értelemben az Isten fia, hogy mindenki fölé kerekedik, hogy legyőzi az ellenségeit, kiírja az embereket. Mindent a helyére áll, igazságosan. Ha Jézus azt kérdezi, hogy kinek tartotok ti engem, akkor azt gondolom, hogy megfordíthatjuk a kérdését. Kinek tart ő minket? Kinek tart engem az Isten? És erre a kérdésre a mai evangéliumban adja meg a választ. Isten annak tart engem, akiért ő képes veszteséget szenvedni. Isten az emberért képes az életét odaadni. Lemondani önmagát. Képes áldozatot vállalni, szenvedni. Képes vállalni a gúnyolódást, az igazságtalanságot. Képes vállalni a megostorozást, a keresztfordozást, és még a halált is. Ezért mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Hogyan működhet ez a mi életünkben? Hogyan tudom én az életemet mások felé fordítani? Rengeteg lehetőségem van erre. Apró, egyszerű dolgokkal nem kell nagyba gondolkodni. Nem kell nekünk megváltani a világot. Jézus azt már megtette helyettünk.
nincs önmagamnak való meghalás, amikor valami nagyon látványosat, nagyon rendkívüli, szenzációs dolgot teszek. Ezt várja a világ. Tegyél valami olyat, ami miatt tapsolnak neked. Újonganak. Hát Jézus keresztje alatt nem volt újongó. Ott megdöbbent emberek voltak. Tudok-e megdöbbenteni másokat? Tudok-e olyan gesztusokat tenni, amelyen mások megdöbbennek? Nem tapsolnak, nem újonganak, nem dicsőítenek, hanem megdöbbennek, hogy na ez igen. Mikor például millió dolgom volna, ezer és ezer feladat, kihívás, megoldásra váró feladatok, és én mégis úgy döntök, hogy most az időmet a családomnak szentelem. Ez csoda. És ez egy kicsit meghalás. Meghalás a munkának, meghalás a feladatok végzésének, de ugyanakkor nyereség is. Nyereség azok számára, akik mellett ott lehetek. Egy idős nagyszüleink, szüleink segítése, támogatása, amikor úgy döntök, hogy a fát nem szakítom ki gyökerestől, hogy az elpusztuljon, hanem megtartom ott, ahova azt elültették. Öntözöm a gyökerét, gondoskodom róla, hogy ott halljon meg, ahol az életét leírta. Nem másokra bízom, hanem én teszek meg mindent érte. Na, ez meghalás. Ez meghalás önmagam számára. De élet annak számára, akiért ezt megteszem. Jézus valami ilyesmiről beszél. Ezt a fajta ellentmondást feloldja a saját élete példájával. Béke, majd igazgató úr nem sokára itt a Szentmise végén beszélni fog erről. De ha azt mondjuk, hogy vannak kiüresedett szavaink, akkor ide sorolhatjuk a békét is. Sokan sokféleképpen gondolkodunk a békéről és annak a megteremtéséről. Mi a béke? Miből fakad a béke? Azt gondolom, hogy nem valami külső körülménynek a megváltozására. A béke a belső rendezettségből fakad. Ahol nincs belső rend, önuralom, önfegyelem, ahol nincs belső munka, ott nincs béke. Ott minden kiborít. Ott minden megőrhít. Ott minden felidegesít. A béke nem abból születik, hogy a világban rend lesz, hanem abból, hogy bennem lesz rend. És ha bennem rend van, akkor ez kihat a család életére, a közösség életére, a társadalom életére, a nemzet életére, mindenre. A béke tehát a belső összetettségből, a belső rendből születik. Ezt kell megteremteni. És ez egyéni munka mindenki számára. Az én békém, az én belső tartásom, egyensúlyom, az nem a külső körülményektől függ, hanem az én tartásomtól. Az én belső összeszedettségemtől, fegyelmezettségemtől. Ha minden szél megingott, ha a legkisebb szél is ezeket a fákat így kidönti, akkor nap mint nap valami elpusztul. Itt van a mi életünkben is. Ha nincs belső tartásunk, egyensúlyunk,
Ha ezek az értékek nem vernek gyökeret a szívünkben, az életünkben, akkor minden apró kis szellő bennünk fölforgat mindent. Akkor minden nap valamit rendezhetünk, csak ilyen kártalanítás lesz az életünkben. Erre az egyetlen biztosítás az, hogy igényes vagyok önmagammal szemben. Valaki így fogalmazott ezzel, légy magaddal szembe szigorú, hogy az Isten irgalmas lehessen hozzád. És ha ez így, a belső rend, a belső tartás, a fegyelmezettség, magyarul a kiművelt jellem, a kiművelt emberfő rendelkezésre áll, akkor van összefogás. Akkor nem az a kérdés, hogy bizonyos dolgokról ki hogyan gondolkodik, vagy milyen oldalon áll. Mert megvan a közös céled, a közös elszántság és a közös akarat. Nem azt nézzük, hogy ki mondja. Nem egymást fogjuk kritizálni, nem egymást oldalnak fogunk ugrani, hanem a célra figyelünk, arra koncentrálunk, függetlenül attól, hogy ki milyen pozíciót tölt be. Paidelétoszról, a híres spártai férfiúról jegyezték föl, hogy miután nagyon sokat harcolt hazájáért, sőt, sebeket is szerzett érte, jelentkezett a 300-ak tanácsába. Abba a tanácsba, amely a spártai királyt mindenhová elkísérte. És mindenki nagy meglepetésére Paidelétoszt nem választották be. Paidelétosz azonban ezt nagy örömmel és felszabadultsággal vett a tudomásot. És amikor megkérdezték, hogy mi ez a hozzáállás, akkor azt válaszolta, boldog vagyok, hogy Spártának van 300 olyan fia, aki külön, mint én. Erre az emberi magaslatra eljönni. Hogy vannak jobbak, mint én. És azokat nem kigurrogni, kifütyülni kell, hanem örülni neki. Ha a hintó elé fogott lovak egymást orkának ugranak, akkor a hintó az árokba köt ki. Ez azt jelenti, hogy ha valaki önmagáról lemondva úgy dönt, hogy lóvá teszi magát, azaz beáll a hintó elé, és húzza a hintót, és mindent megtesz azért, hogy az a hintó célba érjen, akkor önként teszi magát lóvá, és mások nem tudják őt lóvá tenni. Nem mindegy, hogy én teszem magamat lóvá, vagy mások tesznek engem lóvá. Sajnos sokszor ez utóbbit tapasztaljuk. Lóvá tenni magamat azt jelenti, hogy tudok úgy veszíteni, hogy ez a veszteség, ez győzelemre vezessen. Önmagamnak az elveszítése. Ez nem feszültséggel tölt el, hanem örömmel, boldogsággal. És önök, akik itt vannak, képviselő, polgármesterek, tanárok, rendőr, mindenféle beosztályban, akik vannak, nap mint nap ezt teszik. Másokért élő emberek. És ez adja az élet értelmét. És ez vezet bennünket az élet teljességére. Aki önmagának él, az beszélő. Aki mások felé fordítja az arcát, annak az élete kitágul. A szűzanya élete ezt példázza. Jön az Isten és azt mondja, hogy te a fiamnak az anyja leszel. Nem érti, de vállalja. És nincs szó arról, hogy be kell iratkozni egy ilyen Isten képző iskolába. Nincs szó erről.
Nem mondja azt, hogy menj egy három éves gyors talpal ott végezni vele arról, hogy hogyan kell az Isten fiát felnevelni. Olyan feladattal bízza meg, amely felülmúlja a képességeit és az erőit. És ő vállalja. Nem érti, de vállalja. Mert Istennek az útjai, azok automatikusan nem rejtik magában a kérdésekre adott válaszokat. Ha mi is tudnánk, hogy holnap után mi lesz, akkor az jó volna, de nem tudjuk. De mégis vállaljuk. Mégis vállaljuk a munkát, az odaadást, a képességeinknek, tehetségünknek a labdavetését. Vállaljuk, mert jót akarunk. És aki jót akar, amellé odaszegődik az Isten. Kívánom mindannyiunknak ennek a megtapasztalását. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki magadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bukokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jelen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örvendezzünk, kedves testvéreim, mert a Szűz Anya személyében hatalmas közben járunk születni. A kis boldogasszonnyal együtt könyörögjünk mennyei Atyánkhoz. Adunk, hogy Szűz Anyánk születésében minden ember felismerje meg váltásunk hallgatását. Adunk, hogy egyházat pásztorai szolgáltatás által mindannyiunk újjászületésünk az örök életre. Adunk, hogy az égi anyáknak közbenjárásának megszületése a földön a béke. Adunk, hogy beteget és szomorúakat is örvendeztesse meg, szomorúak vigasztalójának születése. Adunk, hogy a kis boldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhúgy testvéreink számára. Jóságos mennyei Atyán, Szent Fiat megtörte az ősi ellenség erejét. Az ő szent anyjában égi édesanyát adtál nekünk, kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát a mi úrunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökre. Thank you.
szentséges atyám, mindenható örök Isten, s a boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén téged dicsérjük, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta és szülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi úrunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegi. A mennyei seregek az égerői, és a boldog szeláv kórusok újjongva együtt tiszteli. Add kérünk, hogy az ő szabott hoztásúlyok szózatunk, és a lázatos megvallással zengjük. Mi a Te, a világ mennyekben van.
A környék a
gazdasága szobori búcsúként kezdte el emlegetni ezt a kis boldogasszony napjához kapcsolódó összejövetelt. A 20. század történelmét jól tükrözi a búcsú történetre is, hiszen a kommunista diktatúra alatt évekig szó sem lehetett az opusztaszerű ünnepségekről, később pedig az ünnep tartalma mondani valója változott meg. 2007. szeptembere óta, és ezt köszönhető Horváth Gábor akkori igazgatónak, a valódi, hagyomány szerinti tartalmával ünnepeljük meg itt opusztaszeren ezt a kiemelt, fontos alkalmat, amely segít nemzeti azonosságunkat és emlékeztet keresztény örökségünkre. Ezen a szép ünnepen került ez átadásra évről évre az emlékkor saját alapítású díja a szerb üzenet. A szobori búcsú történetében a történetéhez azonban hozzátartozik, hogy már az első világháború alatt nem rendezték meg az eseményt. Őseink példáját szem előtt tartva az idei évben a szerb üzenetet így ünnepi kollégiumával úgy határoztunk, hogy a világban zajló háborús események miatt az ünnepséget mi megtartjuk, de a szerb üzenetet díj nem kerül átadásra. Ezzel szeretnénk kifejezni, hogy mi itt opusztaszeren megdöbbenünk a világban zajló erőszaktól, és megdöbbenünk a további háborúra buzdító propagandáktól. Ezért a nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül együtt érzünk azokkal a családokkal, a legsötétebb óráikat élik éppen az ukrajnai háborúban, az afganisztáni tájuralom alatt, a libanoni válságban, a jemeni háborúban, a mianmári lázadásban, az etiópiai polgárháborúban, az iszlám állam háborújában, a szíriai ellenségeskedésben, a pápolyi háborúban, a kongói és a kibu háborúban, valamint a Fülöp-szigeteki konfliktusokban. Azok mellett állunk, akik ezekben a percekben is gyermekeinket, szüleinket, házastársainkat veszítik el. Egységesen imádkozunk a békéért, valamint azért, hogy a világban hatalmai fejezzék be az erőszakot támadó propagandát. 1936. április 24-én a Pusztaszeri Árpád Egyesület szerződést kötött Pallavicsini Alfonz Károly Görgóffal az Árpád szobor környékén lévő közel 30 oldas terület használatára, vagyis az emlékkor előttének tekinthető Árpád ügyetői alakítására. A bérleti díjak jelképesen holdanként egy pengőben és egy pár fehér galambban határozták meg. Mivel a fehér galamba béke jelképe, most ezt a fehér galambát szimbolikusan szabadon engedjük, ezzel is kifejezve azt, hogy minden egyénnek joga van a békéhez, a szabad véleménynyilvánításhoz és a szabad gyülekezéshez az egész világon. Kérek egy kis segítséget a galamba szabadon engedéséhez. Amit sajnos most kint fogunk megtenni, tessenek tudatlan helyre maradni, hiszen az ablak mellettén kezdtük. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátok, köszönöm, hogy részt vesznek velünk a mai ünnepségen. Köszönöm ezt a csodálatos szentmisét. És arra kérem önöket, hogy vegyenek részt majd a nap további eseményeiben, további programjainkban. 13 órakor honfoglaláskor itt lovas bemutató a lovaspályán, 14 órakor lovaskocsis ügyességi verseny a Nagyréten, és kérem nézzék meg kiállításainkat, hiszen két nagyszerű kiállításra is várjuk a mai napra érkezünk el. Örök szép álmok, magyar álmodója, Veszti Árpád emlékkiállítás, és végül is ketten maradtak az Isten és a Bor című kiállításunk is megtekinthető a többi állandó kiállításunk mellett. Kedves testvérek, az áldás előtt még egy rövid gondolat. Vannak hazánknak olyan alakjai, akik a nemzetért áldozták az életüket. Őket nevezzük nemzeti hősöknek. És vannak olyanok is szétszámmal, akik Isten ügyéért áldozták az életüket. Őket nevezzük boldogoknak, vagy szenteknek. Látjuk tehát, hogy mind-mind olyan emberek, akár a nemzeti hőseink, akár a magyar boldogok és szentek, akik
tudták önmagukat elveszíteni. Ma nagyon sok sztár van, de nagyon kevés hős példaként. Mert kik a hősök? Azok, akik akkor is látnak értelmes célt maguk előtt, amikor sokan már semmit nem látnak. És azok, akik még akkor is tudnak küzdeni, akik, mikor mások már régen feladták. Hát kívánom mindnyájuknak, hogy tudjanak ilyen hétköznapi hősök lenni, küzdeni, harcolni, minden tudásukat, képességüket, szeretetüket oda tenni a jó ügy érdekében. Még akkor is, hogyha gyakran vesztesnek tűnnek. Jézus tanít bennünket, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, nem hoz termést. A gazdasági miniszter helyettes tudja. De ha elhal, akkor bőséges termést hoz. Csodálatos nemzetünk van. Csodálatosak az értékei, hazánknak, nemzetünknek az értékei. Küzdjünk értük. Ne engedjük, hogy ezek elvesszenek. Tudjuk, hogy kik vagyunk. Tudjuk, hogy mit akarunk. Vannak példaképeink, Szent István király, a boldogságos Szűz Mária, az ő oltalmába ajánlott bennünket a nagy király. Senkinek nincsenek ilyen pártfogói, ilyen szentjei, hősei, mint nekünk. Milyen érzékenyek vagyunk akkor, amikor hőseinknek a áldozatvállalását megsértik. És itt a napokban is merültek fel ilyen kérdések, hogy megkérdőjelezik az 56-osoknak a hősiességét. Mennyire föl tudunk ilyen háborúzni? Hát háborúzzunk fel akkor is, amikor kikezdik a családot, amikor kikezdik a keresztény értékeket, amikor kikezdik azokat a kincseinket, amelyek tartást, amelyek emberi megbecsülést nyújtanak számunkra. Küzdjünk, legyünk hétköznapi hősök, ki azon a területen, ahol a saját maga életét éli. Ehhez kérjük most a Jóisten áldását. Álljanak fel! Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világunk a megváltás kegyelmét, adja rejátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz.